Kalandosan kezdődött, de jól végződött a Nyíregyháza Spartacus törökországi túrája. A csapat az Isztambulra zúduló havazás miatt csak egy nap késéssel tudott elutazni, Belekben viszont már tökéletes körülmények várták a játékosokat. A hazaérkezést követően Weber György már az itthoni minuszokban tartja a tréningeket a futballistáknak. A szakember szerint minden szempontból hasznos volt a külföldi edzőtábor. Minden tervezett munkát el tudtunk végezni maximálisan. Nagyon nagy pozitívumok voltak, ugye ideális körülmények, és a csapat minden egyes tagja az elsőt az utolsó percig 100%-osan végrehajtotta az edzést, tehát egyetlen egy percet senki semmilyen sérülés vagy egyéb ok miatt nem hagyott ki. Ez szenzációs, mert gyakorlatilag egyforma erőállapotban leszünk, és reményeim szerint nagyon jóba. Most visszacsöppenve pedig, hát hál' Istennek azért a műfű adta a lehetőségeket ki tudjuk használni, úgyhogy itteni körülményekhez képest ideális ez a terep, úgyhogy remélem nem lesz, amíg visszautazunk havazás, mert ma is el tudtuk végezni maximálisan a tervezett munkát. Az ősszel sérüléssel bajlódó Máté Péter is teljes intenzitású munkát végez. A védő szerint lassan teljesen utoléri magát. Én azt mondom, hogy közel 100%-os állapotban vagyok, persze most ezt végül a felkészülés közepén nem lehet kijelenteni, de jó irányba haladok, úgyhogy tavasszal remélem egy nagyon jó Máté Pétert fognak látni. A Spari szombaton az örökösföldi műfüves pályán a Hajdúböszörmény ellen játsza idei első felkészülési mérkőzését. Fél időt fog játszani két teljes sor, de ezen belül már nincs appelláta, amivel gyakoroltunk már rengeteget bizonyos védekezésbeli dolgokat, tehát az azonnali visszatámadást és tényleg a nagyon feltolt védekezést az ellenfél tél felén elkezdve. Ezt már az első mérkőzéstől számon fogom kérni, és hát lépésről lépésre fogunk haladni. Nyilván majd jönnek a támadásvezetések, jönnek a pontrugások, de erre még rengeteg időnk van, úgyhogy most az első három mérkőzésnek az a célja, hogy mérkőzés terhelést kapjunk. A Nyíregyháza Spartacus a jövő héten a Vasas és a Kazincbarcika ellen lép pályára, majd ismét Törökországba utazik a csapat, ahol négy nemzetközi felkészülési meccset játszik majd Weber György együttese.